Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Jela Jászmin Grace vagyok. Lássuk, mit kínálunk a következő percekre. Megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató üzemet adtak át Bonyhádon. A németek kitelepítésének állami megemlékezése zajlott Bonyhádon. Három földrész hat helyszínére kalauzolta el az érdeklődőket Gruber László. Közel 100 megváltozott munkaképességű embernek adnak munkát Bonyhádon egy most átadott üzemben. Az üzem létrejötte azért is fontos a megváltozott munkaképességű embereknek, mert a környező településeken a hasonló létesítmények bezártak. Az állami tulajdonban lévő cégcsoport országos szinten közel 10 000 embert foglalkoztat, akiknek a 83%-a megváltozott munkaképességű. A cégnek a bonyhádi üzem a 207. létesítménye. Gyufás dobozokat hajtogatnak ebben a bonyhádi üzemben megváltozott munkaképességű férfiak és nők. Az állami tulajdonban lévő cégcsoportnak a bonyhádi üzem a 207. telephelye, ahol hosszú távon munkát tudnak biztosítani azoknak az embereknek, akik vele született rendellenességgel élnek, valamint azoknak is, akiknek életútjuk során változott az egészségi állapota. A cég országosan közel 10 000 embert foglalkoztat, akiknek a 83%-a megváltozott munkaképességű. Csizi Péter, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, hogy fontos a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása és azok a védett üzemek, ahol piaci körülmények között, de az egyéni szükségletekhez igazodva tudnak munkát biztosítani számukra. Itt most jelenleg Bonyhádon a 207. üzemünket adjuk át, és most jelenleg csomagolási munkát, azon belül is pedig gyufás katuja előkiállítást készítünk. Jelenleg 80 embert foglalkoztatunk két műszakban, folyamatos a bővülés mellett. Becsléseink szerint el fogjuk érni nagyon hamar a 100 főt. Az üzem ünnepélyes átadóján jelen volt Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, aki beszédében kiemelte, hogy a cég új telephelye nagyon fontos az egész országnak, mert általa is növekedni tud a gazdaság, és sok családnak megélhetést biztosít. A munka az önmagában fontos. Függetlenül attól, hogy milyen technológiával, milyen munkafolyamatot csinálnak, a munka önmagában érték. Szerintem ez a bonyhádi telephely is ezt fogja üzenni. Ráadásul talán nem hangzott el, de itt ugye a munkavállalók zöme, sőt valamennyi munkavállaló talán egy vagy két kivételen megváltozott munkaképességük. Számunkra ez duplán érték. Ennek van egy szolidaritási értéke is, amely azt üzeni, hogy fontos, hogy azoknak is munkalehetőséget teremtsünk, akiknek valamiért megváltozott, de nem tűnt el a munkavégző képessége. Ők is szeretnének dolgozni, ők is szeretnének bérből megélni. A 10 éve meghirdetett segélyhelyett munkaelvnek azt gondolom, hogy ez egy jó szimbóluma is egy-egy ilyen üzem. Fülöp Attila azt is hozzátette, ma 4,7 millió ember dolgozik az országban, 200 000 forint a minimálbér, és majdnem minden második megváltozott munkaképességű ember bérből tartja el magát és a családját. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, és képviseltette magát az átadón, aki elmondta, hogy több okból is fontos a bonyhádi üzem létrejötte. Az elmúlt években sikerült elérni azt, hogy 4,7 millió ember dolgozhat Magyarországon. A megváltozott munkaképességűek közül szinte minden második embernek értelmes munkát tudunk biztosítani. Erre nagyon nagy szükség van, egyrészt azért is, mert nyilván az embereknek, a családoknak szüksége van a bérre, a fizetésre, másrészt pedig ezek az emberek újra közösségbe kerülnek, újra hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, és hát nem mindegy számunkra az, hogy a bonyhádi, Bonyhád környéki embereket foglalkoztatja itt, megváltozott képességű, munkaképességű embereket foglalkoztatja itt a cégcsoport. Most körülbelül 80-an dolgoznak itt, illetve pontosan 80-an dolgoznak itt. Ez a 207. ilyen üzem, amit sikerült Magyarországon nyitni december 8-án.
és reméljük azt, hogy ezt a létszámot a következő időszakban jelentősen még lehet emelni. Érdekes számomra is az, hogy amellett, hogy a bonyhádi térség az elmúlt években nagyon jelentős gazdasági fejlődést tud maga mögött, dinamikusan fejlődik, nem is gondolná az ember, hogy ilyen igény van arra, hogy a megváltozott munkaképességű emberek munkát keresnek, illetve itt tudnak munkát találni. Az újonnan megnyitott üzemben nem csak Bonyhádról, hanem a vonzás körzetéből is járnak be az emberek dolgozni. Filóné Ferenc Ibolya polgármester elmondta, hogy örül az üzem létrejöttének, hiszen az elmúlt években Bonyhádon nem volt olyan munkahely, ahol a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni lehetett volna. Polgármesterként mit mondhatnék más, mint hogy nagyon örülök annak, hogy ez az üzem megvalósult, hiszen a megváltozott munkaképességű embereknek az elmúlt időszakban Bonyhádon nem volt olyan lehetőség, hogy foglalkoztatni lehetett volna őket itt helyben. El kellett utazniuk legközelebb Szekszárdig, és nem csak bonyhádiakat, hanem a környék településein élőket is tudják ebben az üzemben foglalkoztatni, hiszen jelenleg több mint 70-en dolgoznak, és ha jól tudom, akkor szeretnék tovább bővíteni ezt a telephelyet, és akár 120 főre is felduzzasztani ezt a létszámot. Arról talán nem kell senkit meggyőznöm külön, hogy miért fontos, hogy ilyen munkahelyek is létrejönnek, akár itt a mi városunkban is, hiszen azok az emberek, akik valamilyen egészségkárosodással élnek köztünk, nem tudnak olyan teljes értékű munkát vállalni egyéb munkahelyeken, de itt pontosan tudják, hogy miért kellnek föl reggel, el kell menni dolgozni, és ugyanúgy a saját készségeiknek, képességeknek megfelelően el tudják látni azt a feladatot, amit itt rájuk bíznak, és nem utolsó sorban nem segélyt kapnak, hanem munkabért, amiért megdolgoztak, és szerintem az önbecsülés miatt is ez nagyon fontos. Ezért is örülök annak, hogy Bonyhád is felkerült arra a képzeletbeli térképre, ami Berettyóújfalutól Szentgotthárdig, vagy akár mondhatnám Soprontól Mohácsig az egész országot átszövi már, és így Bonyhád is felkerült már erre a lehetőségre és erre a térképre. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásakor arra kell a hangsúlyt fektetni, hogy a munkatársak és a foglalkoztató ne a munkaképesség csökkenésére koncentráljon, hanem a megmaradt képességeket, készségeket vegye figyelembe. Bonyhád adott otthont a magyarországi németek kitelepítésének évfordulóján rendezett állami ünnepségnek. A II. Világháború után 200 ezer magyarországi németet űztek el, vagy hurcoltak el arról a földről, melyet német nemzetiségüként hazájuknak hívtak, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Német nyelvű ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a magyarországi németek kitelepítésének 76. évfordulóján rendezett állami megemlékezés Bonyhádon. A történelmi egyházak nevében mondta el gondolatait németül Balogh Zoltán református püspök, Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye katolikus püspöke és Kondor Péter, evangélikus püspök. A szentmisét követően Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere lépett a mikrofonhoz és köszöntötte a megemlékezés résztvevőit. Kiemelte, azokra emlékezünk, akiknek leszármazottai a mai napig ápolják a magyarországi németek hagyományait és kultúráját, és mindezt megélik lelkükben és hitükben egyaránt. Mindannyiunk számára ismert a szomorú esemény. Közvetlenül a II. Világháború lezárását követően a kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19-e és 1948. június 30-a között mintegy 200 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba, illetve hurcoltak el a Szovjetunióba. Hátrahagyva otthonaikat, családjukat, szeretteiket, és mindazt, amit addig életük során felépítettek. Ma rájuk emlékezünk. Az elhurcolt svábok a ma emberének is példát mutatnak. Példát mutatnak kitartásból, küzdeni akarásból, emberségből és hazaszeretetből. Ők a magyar himnuszt énekelték még akkor is, amikor azt sem tudták, hogy a vagonok hová tartanak velük. A mi kötelességünk megőrizni emléküket, és méltó módon ápolni azt. Ezt tesszük ma is, amikor fejet hajtunk az elhurcoltak előtt tisztelegve. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára megemlékező beszédében Herzog Anna történetét mesélt el, aki elveszítette gyerekként a családjának jelentős részét. Tisztelt emlékezők! Ez a kislány
édesapját, édesanyját, nagynénjét hamar, legalábbis fizikailag elveszítettem. Kényszersorozás német hadseregben, Málenki robot Szovjetunióban. 1865 Bonyhádi nemzettársával járt hasonlóan. 1946. június 1-től a már itt visszatért édesapjával együtt Németországba üldözték 3125 Bonyhádi nemzettársával. Évtizedekig, bár befogadták, szerették őket, mégis hontalan és idegen volt. Egy kislány története, de ugyanilyen történetet, ugyanilyen tragédiát elmondhatna több mint 3000 Bonyhádi, több mint 13000 bölcségi, több mint 200000 magyarországi német, de ugyanígy hasonló sorsokról beszélhetne közel 13 millió kelet- és közép-európai német nemzetiségi. Arról beszélt, az akkorikor embere azt hihette, a második világháború után a megnyugvás ideje következik. De a világhatalmi törekvések szertefoszlatták a reményeket. És azt gondoltuk, azt hihettük, azt remélte az akkorikor embere, hogy a második világháború lezárása után vége lesz ennek a szörnyű 20. századi tragédiának, tragédiák sorozatának. És vége lett? Nem. Mert kollektív bűnösként azokat a németeket kiáltották ki, akik például itt Magyarországon talán a nemzet leghűségesebb honfitársai, nemzettársai voltak. Nem, mert hagyták, hogy a kommunisták topzódjanak. Nem, mert hagyták, hogy egy újabb diktatúra, a kommunista diktatúra milliókat és milliókat pusztítson el, és üldözzön el. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól nem egyekette számú választókerületének országgyűlési képviselője. Beszédében azt mondta, a magyarországi németek életének vezérgondolata az volt, híven síromig magyarnak maradni. Azokat is a bűnösök közé sorolták, akik védték az otthonukat, közösségük becsületét és Magyarország érdekeit is. A németeket ért első csapás a Málenki robot volt, és az a nap, amelyre ma emlékezünk, egy történelmi folyamatnak része, amely igazából nem 46-ban, hanem 1944 végén indult el, és 49-ben fejeződött be. A Vörös Hadsereg, amikor nálunk is megjelent, válogatás nélkül vitte el a németeket munkaszolgálatra. Nem érdekelte a szovjeteket, hogy ki milyen seregben harcolt vagy nem harcolt, férfi vagy nő, akinek németes volt a neve, azt vitték, s ha belőlük nem találtak eleget, akkor vitték a magyarokat is. A hivatalos adatok szerint csak innen 215 főt vittek el. A későbbi kitelepítések Bonyhádon mintegy 2000 embert sújtottak. Az egész folyamat lezárásáig a Dél-Dunántúlon közel 70000 ember napjai teltek létbizonytalanságban. A magyarországi németek elszenvedték a menekülést, a munkaszolgálatot, a Málenki robotot, a vagyonelkobzást és a kitelepítéseket, sőt ennél többet is. Dicsőség azoknak, akiket letiportak ugyan, de mégsem vesztették el becsületüket. Az ünnepség részeként a megemlékezők megkoszorúzták az elhurcoltak és elűzöttek Bonyhádi emlékművét, melyet az esemény 75. évfordulójára emelt, de a vírusveszély megakadályozta az átadását. A történelmi egyházak vezetői áldatták meg az emlékhelyet. Az ünnepség kapcsán Johannes Heindl, Magyarország-Németországi nagykövete azt mondta, kiemelt jelentősége van annak, hogy ne felejtsük el mindazt, ami a magyarországi németséggel történt, mert ez a biztosítéka annak, hogy nem történik meg még egyszer hasonló tragédia. Az emlékhelyen Potápi Árpád János arról is szólt, nem csak a kiűzöttek éltek meg nehéz időszakot, hanem az itthon maradottak is, akiknek szembe kellett nézni családjuk, barátaik elvesztése mellett a betelepítés hatásaival is.
tudunk ilyenkor arra is emlékezni, és számot vetni azzal, hogy akik itt maradtak, németek, és akik ide kerültek, akár székelyek, akár felvidékiek, vagy máshonnan, azoknak utána ebben az embertelen világban, amire rátelepedett a kommunizmus, kellett egy élhető közösséget kialakítani. És én úgy gondolom, hogy mindig voltak becsületes emberek, akik ezeket a közösségeket létre tudták hozni, és meg tudták erősíteni. Ennek is példája a mai Bonyhád és Bonyhád környéke, ahol szinte minden település hasonló gyökerű, vagy több gyökerű, és azt láthatjuk, hogy ezek a közösségek, ezek a települések fejlődnek, úgyhogy minden népcsoport, nemzetiség, a németek és a magyar népcsoportok megőrzik az identitásukat, megőrzik a hagyományaikat, és most már nem csak szomszédai vagyunk egymásnak, hanem rokonai is vagyunk egymásnak, és én azt gondolom, így van ez jól. Visszaemlékezve a történelemre, visszaemlékezve ezekre a szörnyű időkre, számunkra, ma élő magyaroknak az a legfontosabb, hogy egymást elfogadva, tisztelve alakítsuk a jelent. Tíz év, tíz óra címmel tartottak Bonyhádon megemlékezést arról a két magyar túrázóról, akik még 2012-ben egy etióp merénylet áldozatai lettek tanulmányi útjuk során. Azt, hogy Gruber László, a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanára már nem volt ott azon az éjszakán, csak a véletlennek köszönheti. Előadásában három földrész hat helyszínére kalauzolta el az érdeklődőket a túlélő tanár. Ugye ez egy kép még onnan, néhány nappal a tragédia előtt készült, ahol még vidáman készülnek arra, hogy ezt a megismerési folyamatot, amit ugye december végétől már Etiópiában eltöltöttek, valami kellemes emlékekkel fogják zárni, ami sajnos nem sikerült. Petrovics Kálmán, kétszeres világbajnok, kenusa, Fábián Tamás értéktár alapítvány elnöke nyitotta meg a 10 év 10 óra című megemlékezést Bonyhádon, amit a 2012-ben Etiópiában elhunyt barátaik emlékére szerveztek meg. Két fiatalemberről van szó, akik azért mentek oda, hogy megismerjék a világot. Megismerjék azokat a dolgokat közvetlen közelről, amiket mi esetleg adott esetben csak képekről, videókról tudunk megismerni, meg amiről tanulunk az iskolában. És szerintem az nagyon nagy érték, hogy ők elmentek, megnézik, lefényképezik, majd elhozzák nekünk ezeket az ismereteket. Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára is nagyon jó baráti kapcsolatot ápolt Fábián Tamással. Általa ismerhették meg a Völgységi Város gimnazistái is a világutazó tanárt. Én egy olyan gimnáziumban tanítottam korábban, ahol a tanév egy részét ezt tette ki, hogy a diákokat vittük az országon belül, Kárpát-medencén belül, és akár távolabbi vidékekre is. Amikor idejöttem a Bonyhádi gimibe, akkor úgy gondoltam, hogy itt is meg lehet ezt csinálni, nem is azt mondom, hogy kicsiben, mert én nem gondoltam, hogy ilyen sikeres lesz. Miután ezt elmeséltem a diákjaimnak, annak idején, hú de régen volt, 2004, azt mondták, hogy jó van tanár úr, akkor menjünk mi is külföldre. Mondom, hova szeretnétek menni? Tunéziába. És egy hét múlva vittem a Tunézia programot, és csak lestek, hogy komolyan gondolta. Mondom, igen. Természetesen hát bolondnak nézett mind a tantestület, mind a hozzám közel állók, hogy persze majd bonyhádi gimisekkel elmegyünk Tunéziába, és 28-an elutaztunk. Ezt én elmeséltem Tamás barátomnak, és Tamás azt mondta, hogy mi lenne, ha mi együtt is szerveznénk ilyen utat. Ez számomra nem csak azért, mert jó barátom volt, és hogy ezek által az utak által még jobb lett természetesen, hanem egy megtiszteltetés volt, hiszen ő tényleg egy világutazó. Engem is sokszor tüntetnek így föl, de én abszolút nem gondolom magam így, és ezt nem ilyen álszerénységből mondom, hanem nagyon komolyan. Tamás viszont tényleg bejárta a világ nagy részét, hát Latin-Amerikát, Izlandot, Erdélyt úgy ismerte, mint a tenyerét, és még sorolhatnánk. És a következő évtől indítottuk egy török úttal Tamással, és utána egymást követték. És valószínűleg, ha még most is élne, akkor a következőt szerveznénk éppen, ha ebben a helyzetben lehetne.
Régi álmuk volt, hogy egyszer eljussanak Etiópiába. Akkor még nem gondolták, hogy ez lehet majd az utolsó közös kalandjuk. Egy szép napsütéses nap volt 10 évvel, kereken 10 évvel ezelőtt is Etiópiában, valahol a Danakil-félföldön, az Erdhále vulkán környékén, és hát ugye ez volt az a napsütéses délután, ami az éjszaka során a tragédiába torkollott. Két jó barátunkat, Fábián Tamást és dr. Szabad Gábort vesztettük el, jelképesen maradtak ott örökre. Valójában ebben az 1 millió négyzetkilométeres országban egy fő célpontunk lett volna, ez az Erdhále vulkán. Tamással számtalan utat szerveztünk bonyhádi gimnazistáknak főként, és saját szervezési utakon is részt vettünk. Eljutottunk vele Törökországba, két alkalommal Korzikára, egy olasz vulkántúrára, Marokkóba, Izlandra, és hát a nagy álom Etiópia is megvalósult. Ugye ez 2011-12 fordulóján volt, a karácsonyt is szinte ott töltöttük, és egy csodálatos 3 hetet töltöttünk együtt, aztán sajnos a 3. hét végén, miután különváltunk, őket az Erdhále vulkánnál egy támadás érte, éjjel 1 óra körül, és hát 2 magyar áldozata volt ennek a támadásnak a 3 külföldin kívül. A másik magyar áldozat dr. Szabad Gábor, a 38 éves, 2 gyermekes bőrgyógyászkutató orvos volt. Ő Tamásnak volt jó barátja, illetve hát annyi közös pont volt, hogy tőle béreltük mindig az egyik kis buszát, amelyet jó szívvel és fogalmazunk így akciós áron mindig ideadott nekünk. Gábor Tamással külön is utazott néhány helyre, és valójában ők voltak, illetve Gábor volt az egyik, aki a későbbiek során csatlakozott a csapatunkhoz, ugyanis 4-en indultunk Etiópiába, és 3 hét után csatlakoztak még 3-an hozzánk, és hát végeredményben így indultak el ők erre a külön útra az Erdháléhoz. Nekünk pedig Szilasi Péter barátommal az volt a szerencsénk valahol, hogy se időnk, se pénzünk nem volt erre. Egyébként főleg az időfaktor volt az, mert azért a pénzt meg lehetett volna oldani, ami visszatérésre szólított bennünket, ugyanis hát belföldi repülőjáratot, Egyiptomban csatlakozást el kellett érni. Hát aztán az a hazaút, igen, az meg olyan volt, amilyen közben szivárogtak a hírek, senki nem tudott semmit, és hát elég szomorú volt, mikor hazaértünk és meghallottuk, hogy mi történt. Tamás eredeti végzettsége szerint földrajz testnevelés szakos tanár, és egy nagyon jó baráti körük is alakult ki, az egykori csoporttársai közül is jöttek erre az előadás sorozatra is néhányan, és bekerült az egyetemre, ott valójában ő tanszéki segéderő volt, így mondom, tehát ő neki igazából az egyetemen nem is volt olyan fokozata. Soha nem doktorált le, pedig én úgy gondolom, hogy azért, ha valaki, hát neki a kis ujjában volt a földrajz, meg a GPS is, ahogy szoktuk mondani, egyébként mindig GPS nélkül utaztunk, mikor a gyerekek kérdezték, tanár úr, mikor kapcsolják be a GPS-t, hol van a GPS, Tamással meg mindig szerényen így a fejünkre mutattunk, hogy itt van a GPS, ami a többségében be is jött. Na és lényeg az, hogy Tamás ott tanított, és tanszéki segéd munkatársként dolgozott, de mindent, a talajminták gyűjtésétől, órákat is tartott egyébként, tehát ilyen speciál kollégiumokat, főleg az utazásokról, számtalan előadást tartott a Magyar Földrajzi Társaságról, és ő egy igényes utazó volt olyan szempontból, úgy gondolom, hogy ő nem csak elutazott és megnézte és saját magának összegyűjtötte ezeket, hanem mindig cikkeket is írt róla, és számtalan előadást tartott Szegedtől Bonyhádig, hát azt mondom, hogy a Világutazó Klubunknak az egyik fő előadója volt, amely a halála óta fölvette az ő nevét, és Fábián Tamás Világutazó Klubnak hívják, és most néztem éppen, hogy közel 90 előadásunk volt az előző 20 évben, most tavasszal ünnepeljük ennek is a 20. születésnapját. Gruber László elmondta, ez a jubileumi megemlékezés nem egy gyászesemény volt, bár a Művelődési Ház előcsarnokában lehetett gyertyát gyújtani. Az esemény célja Fábián Tamás emlékének, munkásságának, az általa gyűjtött értékeknek a megőrzése, bemutatása volt. Ez valójában nem is annyira a tragédiáról kíván megemlékezni, hanem inkább arról, hogy milyen szép tájakra lehet eljutni. Természetesen ezzel is, mint ahogy a második etióp utunkkal, amikor visszatértünk Péterrel és még 2 jó barátunkkal, megemlékezünk a fiúkról, de főként arról szól, hogy milyen jó helyekre lehet eljutni. Tehát semmiképpen sem gyászolni szeretnénk, emlékezni igen, azért is gyújthat mindenki itt egy gyertyát vagy mécsest, aki eljött, viszont inkább a szépségéről beszélünk, hogy felfedezni a táj, az világ, amit felfedezni kívánunk, hogy annak milyen csodálatos képződményei, emberei, vallásai, kultúrái vannak.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!